Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Egy érdekes feladatot fogunk ellátni, zajtalanítani fogunk egy nagyon zajos videót. Ez egy saját felvétel, szemközt az építkezésen döngölték a talajt, elég erőteljesen és elég zajosan. Arra voltam kíváncsi, hogy ilyen erőteljes zajjal ellátott videót hogyan tudok én úgy helyrehozni. Azaz tudok-e éppen egy ilyen videót, amiről éppen most beszélünk, rögzíteni és eltüntetni ezt az erőteljes hangot abban az esetben, hogyha éppen rá lennék kényszerítve, hogy zajos környezetbe dolgozzak. Mind a három megoldás, azt kell mondanom, nagyon kényelmes, tehát semmi extrém tudást nem igényel, majdhogy nem, de nem teljesen, automatikusan fog minden elvégződni. Picike kis beállításokat kell tenni, meg kell tenni a megfelelő lépéseket, és utána működni fog a dolog. Azt kell mondanom, hogy akár egy viszonylag drága, professzionális vágóprogram, akár az ingyenes Cinelera, akár az ingyenes, és nagyon-nagyon sokak által egy kedvelt Audacity pontosan alkalmatos arra, hogy mi az erőteljes, valóban erőteljes zajt eltüntessünk. Hozzá kell tennem, ez egy ismétlődő zaj, tehát nem fogja ez a módszer, nem fogja ez a kis teszt azt megmutatni, hogy össze-vissza kocsik járnak, egyszer hangosan, egyszer halkan, egyszer durrog valami, egyszer zörög valami, azt nem fogja ilyen egyszerűen eltüntetni ilyen jó minőségbe, de a monoton háttérzaj, például egy szélnek a zaját a mikrofonba, egészen szépen el fogjuk tudni tüntetni, méghozzá, hát bizony, nagyon egyszerűen, ahogy említettem, na hát ugorjunk is neki. Talán az egyik legkényelmesebb és a legegyszerűbb megoldás az, hogyha videósávról levesszük az audiósávot és berakjuk az Audacity-be, és utána ott zajszörünk. Talán, valóban azt mondom, hogy talán ez a legprofessionálisabb megoldás arra, hogy esetlegesen más olyan egyéb műveletet is el tudj végezni, akármilyen normalizálás, hangosítás, halkítás, egyéb, amit szeretnél. Azaz, hogyha valamihez a speciális programot használjuk, akkor természetesen a legkényelmesebb az, a legjobb eredményt adó, inkább így mondom, hogyha azt használjuk, ami erre készült. Általánosságban elmondható, de nem minden, hozzáteszem, nem feltétlen minden, de a legtöbb videó formátumot olvassa az Audacity, azaz, hogyha simán ráhúzzuk az Audacity-re a videósávot, akkor már semmi problémánk nincs, a hangot fogja megjeleníteni. Ez az, ami számomra nagyon fontos, az Audacity-nek a kinézete. Ezzel fogjuk összehasonlítani a többit is, azaz egy kis gyors alapozás. Itt van egy zaj. Lehet látni, hogy ilyen apró, picike kis emelkedések vannak, ez a zaj. Ez pedig a beszéd, és utána van egy zaj. A zajt szeretnénk eltüntetni, hogyan kell kinézni ennek? Gyakorlatilag ennek úgy kell kinézni, hogy csak egy vonal. Pici kis rezgésekkel. Nyilvánvalóan, hogyha felveszünk valamit, háttérzaj olyan, hogy nulla, olyan csak stúdióba fog lenni. Gyakorlatilag egy nagyon-nagyon picike kis rezgések, kitüremkedések megengedettek, azokat nem fogja hallani az ember. Nagyon pici zaj nem olyan, amiért neki kell ugrani, és mondjuk egy kétórás anyagot átszűrni, mert egy kis pici zaj nem fog zavarni senkit, de itt már erőteljesebb a zaj. Hallgassuk is meg az eredetit. Ez egy zajminta. Kérdés az, hogy melyik programmal tudom jobban kiszűrni a háttérzajt, ami egy föltömörítő gép a szemközti építkezésről. Hagyok egy kis üres helyet, hogy a zajmintát le tudjam venni Audacity-vel, illetve hogyha esetleg másik programmal próbálkozni, akkor is legyen egy üres zaj szintünk. Miután meghallgattátok az eredetit, ott az elején lehetett hallani azt, hogy zaj van, volt a beszéd, illetve megint zaj. A zaj nem feltétlenül olyan lesz, hogy téged iszonyatosan zavar, de nyilvánvalóan én hallom, meg látom is. Azért szeretem a vizuális eszközöket, mert látjuk is a hanghullámot. Kinagyítom,
És mit teszünk? Azt tesszük, amit már többször megbeszéltünk, volt róla videó, így nem fogok kitérni mindent, miért, hogyan csinálunk, hanem csak arra térek ki, hogyan kell csinálni. Hát az első gondolat az, hogy kijelöljük azt a részt, ami zaj. Azért kényelmes, hogyha felveszel zajt a videófelvételnél, akár itthon a mikrofonba beszélve, és egy ilyen ehhez hasonló hát beszélgetést veszel fel, vagy akár milyen, mondjuk videokamerával, vagy komoly stúdióba, hogyha van zaj, akkor azt tudjuk szűrni, be tudjuk azonosítani. Gyakorlatilag a zajt kijelöljük, és utána egy hatás, megkeressük a zajeltávolítás és javítás. Javítás, kattogás, eltávolítás, zajcsökkentés. Zaj csökkentésre fogunk bökni, zajt csökkentjük, de először egy zajprofil, tehát azért hoztuk létre, azért vettünk föl egy zajt, hogy ezt kiszűrjük, az a zajprofil készítése, azt el tudjuk készíteni, azaz hogyan néz ki az, hogy zaj, milyen kinézete van, és milyen hallható hatása van, a program ezt el fogja végezni, zajprofil készítése, kalapkabát, ennyi, majd kontrollával az egészet kijelöljük, azt a részt, amit zajtalanítani szeretnénk. Ennek két útja van, az egészet kijelölöm, és akkor az összes minden másodpercről leszedi a zajt. Ez a legkényelmesebb, de nem mindig a legprofesszionálisabb megoldás. Ilyen YouTube-ra készült videóknál, házi videóknál természetesen ez megfelelő. Azaz az egész adatsávot, hangsávot így pontosabb, le fogjuk tisztítatni. A beszéd alól is. A másik az, hogy fogjuk és kijelölgetjük a zaj, azaz, ahol nincs beszélt. Azt a részeket és azokról eltüntetjük a zajt. Nyilvánvalóan az macera, nem mindig fogjuk megtalálni pontosan a zajnak a helyét, és bizony a beszéd alatt is, rövid lélegzési szüneteknél is lehet zaj, ami mondjuk, hogyha nincs hosszabb szünetnél zaj, akkor azért feltűnő, hogy máshol van. Azaz én az egészet zajtalanítani fogom, a hatás, megint ugyanazt fogjuk kijelölni, de nem itt fönt, hiszen elkészült a zajprofilunk, hanem itt lent. Az alapbeállítások ettől eltérhetnek, én úgy gondolom, hogy gyakorlatilag a zaj csökkentésre kell bepipálni, illetve bejelölni a rádiógombot, a 6 decibeles érzékenység 6, az általában normál vagy annál kisebb zajnál nagyon megfelelő lesz, azaz ez a 666, ez a beállítás nekem beszokott válni egy ilyen zajos környezetbe, ahol az elmúlt időben vagyok, és leokézzük kalapkabát, ennyi történik, és eltűnik a zaj. Eltűnik a zaj? Hát mondhatjuk azt, hogy eltűnt a zaj, hogyha esetlegesen nem vagyunk elégedettek a zaj eltüntetésével, akkor mit fogunk csinálni? Megint a hatásra tudunk bökni, és megkeressük a zajcsökkentést, és feljebb vesszük. Feljebb vesszük az értékeket. Az, hogy mennyivel veszed feljebb az értéket, az a te dolgod, azért 10 decibel fölé nem menjél. A jobb mikrofonokban van egy ilyen automatikus zajszűrés, aminél hát olyan 5-10 decibelnél halkabb zajokat el fogja tüntetni. Az én mikrofonomban is van, és kikapcsoltam ezt a funkciót, hogy zajos legyen a zaj felvételem. Gyakorlatilag ott azért ezeket alapból kiszűrik, e fölé menve már a beszéd is torzulhat. Azaz mindenki eldönti, hogy megfelelő neki vagy nem. Hát nézzünk is egy 10-es, és az érzékenységet is magasabbra veszem 10-re. Ez elég durva, és vissza is tudjuk vonni, hogyha nem tetszik. Oké, és akkor már el is tűntek a zajok. Én úgy gondolom, hogy így próbáljuk meg, hallgass meg a zajtalan részt, illetve közben a beszédet, arra nagyon figyeljünk, hogyha zajtalanítunk, akkor a beszédekbe, vagy zeneszámba, vagy akármibe hallgass bele, mert az nem túl jó dolog, hogy torzítod a hangodat, csak azért, hogy ne legyen, ahol üres hely van, és általában nem sok üres hely van, mert hogyha sok hosszú üres hely lenne, ott egyszerűen kivágnánk a zajt vágással is, akkor teljesen zajtalan lenne, hiszen nem lenne alatta a hangsáv, de gyakorlatilag a hangot is torzíthatod, hogyha durván belenyúlsz. Hát hallgassuk is meg ezt, az általam, hát elég durva zajtalanításnak gondolt dolgot. Hallgasd meg! Ez egy zajminta,
Kérdés az, hogy melyik programmal tudom jobban kiszűrni a háttérzajt, ami egy föltömörítő gép a szemközti építkezésről. Hagyok egy kis üres helyet, hogy a zaj mintát le tudjam venni Audacity-vel, illetve hogyha esetleg másik programmal próbálkozni, akkor is legyen egy üres zaj szintünk. Miután úgy döntöttünk, hogy ez megfelelő nekünk, nincs más teendő, lementjük a zajtalan audiosávot és videóvágó programba, a régit kitöröljük, és az újat, ezt be tudjuk tenni a kép alá, és utána zajtalan felvételünk van. Ennyi, egyébként ez a legkényelmesebb, legjobban járható, legprofesszionálisabb megoldás ingyenesen használható programoknál. A következő, amit beszeretnék mutatni, a Cinelera. Ez egy videóvágó, már többször volt róla szó, eléggé nehézkes megtanulni, nem azt mondom, hogy lehetetlen, természetesen, csak sokszor más, szerintem jobb logikát követ, mint a hagyományos KDN Live és társai. Gyakorlatilag itt is mit csinálunk? Ráhúzzuk a vágó részre azt a videót, amit szeretnénk használni. Na hát ennek a nagy előnye az, hogy már videóvágás közben, azaz amikor dolgozunk, meg tudjuk csinálni a zajszűrést, nem kell egy külön programot több lépcsőbe beiktatni, kiexportálni a hangot, majd zajszűrni, majd visszarakni a videóba, hanem natívan a program tudja. Természetesen egy audiofiltert, egy effektust fogunk használni hozzá, az a neve, hogy Denoise FFT, azaz elkezdett beírni, hogy Denoise, és akkor már ki is adja, háromféle ilyen effektus van, az FFT jelzésűt fogjuk használni, ez vált be nekem, ráadásul ez relatív grafikus felületen beállítható, azaz nagyon kényelmesen használható. Hogyan kell használni? Ennek a használata relatív egyszerű, az elején van egy zaj, azaz oda kell menni a legelejére, oda viszed a vágóélt, tehát ez nagyon fontos, mert ettől a ponttól kezdve fogja ő számolni azt a zaj minőséget, zaj részt, amire neki szüksége van, tehát innét fogja a mintát venni, rátesszük az effektust azokra a videósávokra, azokra a részekre, amiket szeretnénk zajszűrni, azaz figyeljetek oda, hogy a effektusra helyezése az összes olyan klipre meglegyen, azonos zajt tartalmazó klipre meglegyen, amit vágni, illetve zajmentesíteni szeretnétek. Én úgy gondolom, hogy először rátesszük az effektus, és utána érdemes vágni, de mindenki úgy csinálja, ahogy ő neki ez kényelmes. Itt is nagyon szépen látni a zaj részt, tehát itt nem lehet azt mondani, hogy nem látjuk, tehát elég erőteljes a zaj. Rátesszük az effektust természetesen arra a csatornára, amit zajszűrni szeretnénk, mind a kettő csatornára rá kell tenni, tehát hogyha a sztereó, akkor jobb bal csatornára is rá kell rakni, az adott sávon fog ő dolgozni, ha nem rakod rá mind a kettőre, akkor természetesen nem fog dolgozni. Nézzük is meg a beállítást. Megint kitérek arra, hogyha két sávon van, három vagy öt sávon, mindegyiken azonos beállítást használunk, vagy legalábbis szerintem azonos beállítást kell használni. Ha az alapértéktől eltérsz, tehát a beállított alapértéktől eltérsz, akkor mindegyiket át kell állítani. Praktikussági okok miatt érdemes azt csinálni, egy sávra felteszi az ember, beállítja, majd utána ugyanígy felhúzogatja a többire is az effektust, mert akkor már automatikusan, azért nézzétek meg, hogy valóban mindig minden verziónál így van-e, automatikusan rá fogja rakni azzal az értékkel, ami az előző beállítás volt. A beállításokat megnézzük, nem nyúlunk hozzá, gyakorlatilag a zaj mentesítésnek az erősségét egyesen hagyjuk. Ez a legerősebb, ez egy elég durva zaj, tehát itt mindenképp kell, hogyha kisebb zaj van, enyhébb zaj van, akkor természetesen lejjebb is lehet venni. Egyetlen egy hátránya van ennek, hogy bizony van egy végpontja az egyes érték, tehát az alapérték, a maximális érték, és a fölé nem tudunk menni. Ellentétben az előbb bemutatott Audacity-nél, azért ott három csúszkával állítgathatjuk az erősséget, illetve a zajtalanságnak a minőségét, így bizony talán egy erőteljesebb, durvább zajnál az jobb lehet, de ez is ki fogja szűrni azokat a zajokat, amiket nekem igazából ki kell szűrnie. A következő beállítást alapértelmezetten hagyjuk,
a keyframe-től, tehát ahol ő látja ezt az adott egy darab beállítást a vágóélt, tehát a vágóélt azt mindenképp a zaj elejére tesszük, és utána az adott értéket megadjuk. Itt egyetlen egy értékkel lehet megadni a referencia mintavételezésnek a hosszát. Én úgy gondolom, az alapbeállítás jó lehet. Nyilvánvalóan, hogyha nem egy ilyen hobbi videót csinálsz YouTube-ra, akkor természetesen lehet ezzel egy kicsit játszani. Nyilván a zajszűrés egy nagyon művészeti, inkább úgy mondom nehézkesebb, odafigyelős, próbálgatós dolog, hát bizony érdemes egy kis rövidke kis darabot kivágni a videóból, és azon kísérletezni, belehallgatni, meghallgatni, hogy hogyan működik. Oké, ezen kívül semmi teendőnk nincs. Ő automatikus, amivel egy effekt, amikor renderelsz, elvégzi a dolgát. Nagyon-nagyon kényelmes dolog, hiszen egy lépcsőben a videóvágással együttesen meg tudod tenni a zajvágást is, a zajnak a levágását is. Nézzük is meg, hogy mi a következő teendő. Nyilvánvalóan elkészül a videó és le kell renderelni. Jelen pillanatban én egy mintát, egy hangsávot fogok kiexportálni, kirenderelni, kép nélkül, hogy össze tudjuk hasonlítani majd a későbbiek folyamán, össze tudjuk hasonlítani majd az Audacity-be beexportált, és meg tudjuk nézni, hogy milyen eltérések vannak. Odáig hallgassál bele, mit hoztunk ki ebből az egy darab rövidke 33 másodperces állományból, mennyire torzította vagy nem torzította el a hangot. Nekem az az igazság, jó tapasztalataim vannak ezzel. Ez egy zajminta. Kérdés az, hogy melyik programmal tudom jobban kiszűrni a háttérzajt, ami egy föltömörítő gép a szemközti építkezésről. Hagyok egy kis üres helyet, hogy a zajmintát le tudjam venni Audacity-vel, illetve hogyha esetleg másik programmal próbálkoznék, akkor is legyen egy üres zajszintünk. A következő lépés természetesen a DaVinci lesz. Észrevehetitek, hogy ezt Windows alatt fogom bemutatni. Ennek egyetlen egy oka van. Linux alatt a DaVinci nem támogatja a videokártyámat, így kénytelen vagyok Windows alatt használni. Van lehetőség arra természetesen, hogy ne ezt használja az ember, van természetesen lehetősége, hogy másik videokártyát vegyen, de mivel Windows alatt teljesen, tökéletesen működik a DaVinci nekem, így úgy döntöttem, hogy felteszek egy tartalék partícióra, illetve hát pontosabban egy tartalék lemezre egy Windows-t, és az itteni videóvágásokat, tehát azt, amit ezzel kellek elvégezni, Windows alatt fogom elvégezni, de gyakorlatilag teljesen meg fog egyezni azzal, amit esetlegesen, hogyha te Linux alatt felteszed, esetleg Nvidia kártyád van, esetleg olyan AMD kártyád, ami ezzel szépen működik, hát gyakorlatilag egy kényszer megoldás, ezt a kitérést meg kellettem tenni, behúztuk az állományt, ráhúzzuk a vágóérre, és természetesen a zajszűrést, a zajvágást, az audio manipulálást nem az edit fülön, hanem a arra rendelt audio fülön fogjuk megtenni, a zajcsökkentést simán ráhúzzuk, megkapjuk. Mit kapunk meg? Természetesen megkapjuk azt a beállító panelt, ami lényegesen, azt kell mondanom, lényegesen összetettebb, mint az eddig látottak, de nem kell megijedni, gyakorlatilag itt egy igazán professzionális, valóban professzionális programmal van dolgunk. Ennek a használata valóban nem arra van, hogy 2-3 perces YouTube videót megvágjál vele, de meg tudod vágni vele. Nagyon jó leírások, videók vannak hozzá. Na hát oké, vissza a zajszűrésre. Mit csinálunk? Ezt a gombot, a tanulás gombot megnyomjuk, és utána az elejére, a zaj elejére hozzuk a kis csuszkánkat, és utána elindítjuk a mintavételezést. Gyakorlatilag a space gomb lenyomásával elindul a mintavételezés, és utána már nincs semmi dolgunk, el fogja végezni a teendőket, azaz tanulás, és utána a space megnyomása. Látni lehet itt, hogy a hang
ilyen kis hullámokat vet. Én úgy gondolom, ennyi tanítás elegendő neki, és ezek után már a rendeléskor ő elvégzi a dolgot, azaz itt nem kell beállogatnod semmit, gyakorlatilag egyetlen egy dologra kell odafigyelned, a tanulást megfelelő zajszakaszon, ennél rövidebb zajszakasz is lehet, azt elvégezze, és utána ő saját magát be fogja állítani. Nem nyúlunk semmi máshoz, tehát erre nagyon figyeljetek, hogy ő képes különböző egyéb dolgokra is, sokkal többre, mint amit bemutatok. Ez egy különálló, nagyon jó kis program rész, amivel végtelenségig finomítani fogod tudni esetlegesen a zajszűrést, de nekünk ez éppen elegendő lesz, amit automatikusan elvégzett. Nincs más, mint ki fogjuk renderelni, illetve ki fogom renderelni a hangot, és utána megnézzük a képet. Azért hallgassátok meg, hogy mit sikerült neki összehoznia. Ez egy zajminta. Kérdés az, hogy melyik programmal tudom jobban kiszűrni a háttérzajt, ami egy föltömörítő gép a szemközti építkezésről. Hagyok egy kis üres helyet, hogy a zajmintát le tudjam venni Audacity-vel, illetve hogyha esetleg másik programmal próbálkoznék, akkor is legyen egy üres zaj szintünk. Ha már itt vagyunk, próbáljuk ki az automata módot, gyakorlatilag, hogyha bekapcsoltad, utána semmi teendőnk nincs, ő le fogja választani nagyon erőteljesen és nagyon intelligensen, ezt hozzáteszem, a beszédhangot a zajról, a háttérzőreiről, a háttér zenéről is, erre azért nagyon figyelj, mert azt is ki fogja szűrni. Nyilvánvalóan nagyon-nagyon-nagyon finoman fog dolgozni, mert ezt kipróbáltam, nagyon megtetszett ez a funkció, de nyilvánvalóan ezt csak akkor érdemes használni, hogy háttér zajt szűrsz, és esetlegesen nincs háttér zene, mert azt automatikusan le fogja kapni, nagyon szépen kiemeli majd a hangot. Nézzük is meg, mit sikerült ebből tenni, azaz hallgassátok meg ezt az automata módot. Ez egy zajminta. Kérdés az, hogy melyik programmal tudom jobban kiszűrni a háttérzajt, ami egy föltömörítő gép a szemközti építkezésről. Hagyok egy kis üres helyet, hogy a zajmintát le tudjam venni Audacity-vel, illetve hogyha esetleg másik programmal próbálkoznék, akkor is legyen egy üres zaj szintünk. Összefoglalnám a munkafolyamatot. Volt egy erősen zajos felvételem, amit megpróbáltunk zajtalanítani három darab programmal, egy audiovágó, audiomanipuláló programmal, az Audacity-vel, illetve kettő darab videovágó programot próbáltunk ki, amelybe gyakorlatilag natívan, tehát saját magába benne van az a szűrő, amikkel többiekbe is be lehet rakni, legalábbis egy-kettőről olvastam, hogy ilyen-olyan külső egyebet lehet használni hozzá, de én úgy gondolom, hogy így indulásnak ez a kettő darab program elegendő volt. Az eredetinél lehet látni, hogy az elején eléggé vastag zaj szintünk van, és utána végigmegyünk azon, hogy mit csináltunk a másikakkal. Első körben nézzük meg a színelerrát, a legfelsőt, nem az volt a legelső, de oda került a kép. Tehát ővel kezdünk a színelerrát. A színelerrának a zaj részében elég szépen lehet látni, hogy az én besóhajtásom, benyögésem az egy picit benne maradt. Tehát ez a maximális verzió volt, maximális erősséggel benne hagyta. Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy ez kell zajként, vagy nem kell zajként, hogy zaj, vagy nem zaj. Én úgy gondolom, hogy ő nem tudja eldönteni, hogy ez a szintű benyögés, sóhajtozás, az igazából zaj, vagy nem zaj. Én úgy gondolta, hogy ez nem zaj, benne maradt. Érdekes, ennél erőteljesebbet ő vele nem lehet tenni. Azt kell mondanom, bár én a színelerrát szeretem, meg alapvetően nagyon jó mind a három, tehát igazából mind a három megcsinálta azt a munkát, amit szerettünk volna, a színelerra az, ami a három közül a legutoljára végezte el a dolgát, ő volt a leggyengébb teljesítő, hiszen maximálisra kihúzva azért lehet látni itt a hangok közötti kis rövidke kis részben is, illetve, ahogy én mondom, a besóhajtásom,
aznál is lehet látni, hogy nem tüntett el, az pedig egy zaj. Azt akárhogy nézzük, az zajnak minősíthető, és nem tüntett el, amúgy megcsinálta a saját kis dolgait. A kép egy picikét megtévesztőme belenagyítottam, hogy a zaj szintben a benyögésem, a besóhajtásom, az természetesen kiemelkedje, jól lehessen látni, ne csak valami, ami hát hogy is mondjam, senki nem tudja, miről beszélek, mert nem látja. Tehát az a rész, amit kijelöltem, az bizony, az jó lett volna, hogyha eltünteti, és nincs erőteljesebb beállítás, hiszen az egyesre volt állítva. Az Audacity nagyon jó munkát végzett, természetes, hiszen egy audio manipuláló program értelemszerűen elvégezte a dolgát. Hozzá kell tennem, hogy ez nem a alapbeállítás, hanem erőteljesebb beállítás. Erőteljes zajhoz erőteljes beállítás tartozik. Az a nagy előnye, természetesen, hogy elég jól skálázható. Három darab csuszka, finoman el tudod állítani a dolgokat, és natívan elvégzi azt, hogy csinál egy zajmintát. Tehát nagyon kényelmesen ki tudsz jelölni zajfajtákat, ha több fajta zaj is van, zajfajtákat, és utána úgy egyesével arra a zajra éppen illő szakasz, ami háttérben az a zaj van, azt ki tudod szűrögetni, tehát egész jól el lehet lenni vele. De az a hátránya, hogy nem a videóvágóban van benne, és így bizony ki kell exportálni, illetve vissza kell rakosgatni az audiósávot, ami macera. Szóval ez egy szuper program, csak macerás, hogy belejusson az audiofájl, meg ahogy vissza kell rakosgatni, az is macerás. Itt is lehet látni, illetve az alsó kettőnél, hogy a beszédnél, ahol éppen lélegzetvételi szünet van, ott azért nincs az a vastag zaj, nincs meg a zaj szint, még annyira se, mint például a Cinelerránál, ott egy picit benne hagyott. A Da Vinci 1-es volt az, amikor mi zajmintát vettünk, tehát egy kis tanulási folyamaton ment át. Azt hiszem egyértelmű, a nagyobb zajokat, tehát az erőteljes valóban zajokat simán leszedegette, minőségi munkát végzett, nyilvánvalóan egy picike kis zaj maradt, ott azért még lehetett volna nekem egy picit finomítani, hogy eltűnjön. A kis állogató kis tekerentyűkkel lehetett volna feljebb venni az erősségét, de szuperül elvégezte hallásra is, illetve képügyileg is a dolgokat. Hasonlóképpen a Da Vinci 2-es feliratú kép, az azt mutatja, amikor az automata szedte ki, látható, szépen, szuperül, első osztályúan kiszedte. Azt kell mondanom, hogy hallás után is a beszédem, tehát a szöveg, az nem sérült. Itt azért nyilvánvalóan mind a kettőnél, kivéve a Cinelerránál, erőteljesebbre is lehetett volna venni a zajszűrést, nyilvánvalóan, hiszen ott van azért tér a mozgásra, a beállítása, de azért figyeljünk arra, hogyha nagyon durván belelépünk, és az a cél, hogy a zaj teljesen eltűnjön, még a hallhatatlan mennyiségű, és igazából senki által nem hallható, csak vizuálisan, ha jól belenagyítunk, a hanghullámon látható zajszintet is levágjuk, akkor esetlegesen a beszédnek, vagy ami még rosszabb, hogyha zeneszámról van szó, a zenének a minőség is erőteljesen nagyon-nagyon-nagyon romolhat. Én azt vettem észre, ha nagyon belemerülünk, akkor ilyen dobozszerű, mint a dobozból beszélne az ember, ilyen robotszerű komputer hang fog kijönni, tehát azért figyeljünk arra, hogy bár mindegyik, mind a három, amit kipróbáltunk, megteszi, pici eltérések vannak, de ahol azt mondtam, hogy még ehhez hozzá tudunk nyúlni, tehát még ezen kívül egy kicsit erősíteni is tudnánk, ott sem biztos, hogy érdemes, mert akkor a hang hatás, tehát ami a beszéd jelenleg, vagy esetleg a zene, ami esetleg zajosabb lenne, annak a minősége is romolhat. Hát köszi szépen, hogy meghallgattatok, mindenkinek jó zajtalanítást kívánok, én úgy gondolom, hogy mind a három program szuperül elvégezte a dolgait, köszi szépen, sziasztok, sziasztok!